Jó estét kívánok, ez itt a média, az adás mai vendége Frej Tamás, televíziós, riporter, író, volt egy időben újságíró is. A riporter is csak voltam. A reporter is csak voltál, most inkább író vagy, meg üzletember. E ez a beszélgetés nagyon régen készült, már ami az adás időpontját illeti, mert kora összel vettük föl, akkor egy rövid időre itthon voltál, de aztán gyorsan el is iszkoltál. Nem szeretsz itt hol? Ezt így nem mondanám, de ez, nem, ez, ez, így nem áll meg. Uh, ugye én négy helyen érek most már, tehát folyamatosan bővül nem tudom magánéleti okokból, munkaokokból, hogy merre de négy élek. Négy helyen van lakás. Igen, igen, végül is. Egy Saját igen. tulajdonú lakás, négy helyen? Hát tulajdonképpen igen. Hoppá! Tehát e, nem e, megy e, rosszul a kávé ne, meg nem megy rosszul, nem, nem. Egyébként a, ez még az írói, meg a tévés múltnak a, a folyamadványa, meg a magánéletnek a folyamadványa, meg, meg, a józanságnak, tehát nem úgy kell, nem a forgó világot kell elképzelni. Akkor mondd el a négy helyet. Hát Miami, az Igen. a, gyakorlatilag az a tél nekem, a nyár az ugye az a Nizza mellett van, tehát az gyakorlatilag ilyen értem el a Riviera. Tehát tudom, hogy most már mindenki nagyon sajnál ebben az értelemben. És, és, és még most van kettő. <kül> hát és fi alapve, tehát alapvetően Firenzében élek. Tehát az az, a, tehát az az otthon, és mondjuk Budapest az itthon. Én ezt szoktam mondani, mert a másik uh -huh. kettő azért azért alapvetően egy ilyen nyaralóhely, vagy nem is tudom. Hogy Na hogy de mindenki. közben még New Yorkban is. Hát oda csak évesz. megyek mondjuk. Igen. Egy hát kicsit, o, hát mert nem. ott idegenvezetés tartasz. Hát, hát az olvastam az... a múltkor is, hogy legyen az ön idegenvezetője Frejk Tamás, és... Az kicsit média, tudod, mert van egy utazási iroda, akivel én nagyon jobban vagyok, és azokkal én régóta együttműködök, hirdetnek, kávéfrei, uh -huh. nem tudom, mikor könnyen megjelenik, meg akkor nyereményutakat sorsolnak, és akkor a, a, nekik nyújtott, amit én keveset még tudok nyújtani szolgáltatás, az az, hogy hát akkor nem tudom, a, a, valamelyik, mert ők egy amerikai specifikus utazási iroda, tehát valamelyik amerikai városban, ahol én járok, vagy kedvelem, vagy értem, vagy ismerem, ott egy-két napra rácsatlakozok egy csoportjukra, mint hát akkor nevezük így idegenvezető, vezető, de igazából kávékat megyünk kóstolni. Tehát tulajdonképpen a Na New de York mondjuk, kávéházba, hát, a ha Firenzébe tartanál idegenvezetés, vezetést még megérteni, Nem, New, York, a New York, New York, New York az nagyon érdekes. Tehát azt kell mondjam, hogy igazából ma már, ami új a kávézásban történik, tehát ami, ami kreativitás, ami, ami újdonság, ami invenció, az azért Amerika, és a lépcsőzetesség úgy történik, hogy a, leg, a leginkább fejlesztő üzem, mondjuk így, az, az, gyakorlatilag a szilíciumvölgy, tehát ugye gyakorlatilag a Kalifornia, San Francisco környéke, ahol ezek a tech company vannak, de nem azért, mert ők ott vannak, hanem azért, mert őnekik van az a fiatal, millennials generáció az alkalmazott. Milyen, milyen hát aki ugye 1985 után született, tehát már az ezredforduló forduló környékén nőtt föl, tehát ezek a mai 35 és alatta. Az, ez a ez, ez a tech fiatas, írtó, jól keres, mert ezekben a cégben dolgozik, tehát hogyha elég tesznek valami varázslatot, kávéban, újdonságot, mert kísérletezik Akkor a, a rá, piac, ő neki nem gondol, hogy 9 <hül> dollár, és, és <hül> megkóstolja. Tehát gyakorlatilag ott lehet a legbátrabban újdonsággal, pörkölés technológiákkal eszközökkel hogyan készítsük el, kísérletezni, mert ott azért ugye a vásárlelőnek nincs limitje. Na most Amerika, New York az ugye körülbelül azt szoktam mondani, hogy ugye az Kalifornia és Európa között van félúton minden értelemben. Már Amerika, de még egy picit azért Európa hát igen. is. New York az New York és nem Amerika. Így van. Amikor én 1985-ben először voltam Amerikában, akkor, akkor is szerettem volna kávét inni, mert én egy nagy kávé vagyok, espresso illetően. Hosszú kávét nem uh -huh. szeretem, kapucsinot nem nagyon, és azt mondták, amikor ugye mentünk először a, a nyugati partra, érkeztünk, és ott mentünk úgy lefelé különböző városokba, és sehol nem lehetett eszpresszót inni, és azt mondták, jó, ja, hát eszpresszót csak az internacionális helyeken uh -huh. lehet. Én, Tehát ilyen. San Franciscóban lehetett, Los Angelesben lehetett, és aztán soha többé csak New Yorkban. Igen. Ez, ez gondolom azért már megváltozott. Hát itt egy most kicsi... akkor két irányba elment a beszélgetésünk, úgyhogy két órát tart. <laughs> tehát ugye egyrészt azt mondom, hogy megváltozott. E, azt akartam így gondolatilag még mondani, hogy ugye, ami elindul Kaliforniába, azért azért a Amerikán átér egy fél év alatt. Tehát valami izgalmas tényleg történik fronton, Az eszpresszóra mm -hmm. még visszatérünk, az a másik irány. Az akkor azért tapasztalható New Yorkban egy pár hónapon belül, mert azért a, a leginventívebb cégeknek azért már van New Yorkban is kávézoljuk, tehát azon ott is kóstolhatod. Onnan megy, még egy fél évén azt szoktam mondani, hogy Londonban is megjelenik, tehát a londoniak ugye angol a legnyitottabb arra, ami Amerikában történik, tehát ott elles egy a londoni barista előbb-utóbb valamit, hú, ez milyen érdekes, de azt New Yorkban látja, nem Kaliforniába. Tehát akkor már kétszer fél év uh -huh. távolság vagyunk, és egyébként mondjuk a magyar nagyon érdekes fiatalok, akik erre nyitottak már, mint kávéházi kultúrában bariszták, azok azok ők Londonba járnak, észreveszik Londonba. Tehát tulajdonképpen Budapesten is már mindent egy idő után látsz egy másfél év késéssel, mert ez a lépcsőzetesség történik. De az eszpresszó, miért kérdezni? Igen. Hát azért nem csak az eszpresszó a kávé. Tehát, ugye... Jó, tudom én, de én igen, nekem az igen, eszpresszó az, igen, amely. Igen, igen, az igen. ilyen picike, az egyes sok Végül is Olaszországban akárhova megyek, és kérek egy espresszót, ott nem fogok csalódni. Tehát már nem fogsz kapni. Tarvízió után az első kis megállóban az autópályán ugyanolyan jó espresszó van mint Firenzében, nem tudom én, ottan hova jársz. Az, játsz, ugyan, az, ugyanolyan, az, ugyanolyan, az jelzőt kicsit vitatnám, de már jó. jó. Teh, tehát, rosszat Igen. nem fogsz valószínűleg inni. Ez, ez, így tehát van. annál jobb, mint amit itt holiszom. Hát attól függ, hogy hol iszod itthon. Igen. Tehát ez azért most már azért nagyon, nagyon változik. Tehát szerintem Magyarországon most már nagyon jó kávékat lehet kapni, most mondani azt, Jó, hát ne, is, de, a, de a, ne, a ne, reklámot de korrekt ki. módon. Tehát azért Igen. most már nagyon sokkal uh, Rájöttek, amire az olaszok is, meg sok mindenki világ hogy azért egy jó kávégép nélkül nem fog a kávé hát jól sikerülni. Meg ezt nem... a jó daráló Igen, nélkül, jó örlőkkel, jó. És, és akkor azért... még a legfontosabb, a víz. Hát, és és a kávé, és a, pör, a pörkölés. De most már ez a technológiai háttér, Magyarországon sokaknak megvan. Tehát megveszik a sok millió forintos kávégépet, megveszik a fél millió forintos örlőt, ami nem melegíti pörgéssel, örlés közben túl a kávét olyan helyről veszik, ahol megvették a következő sok millió forintos pörkölőgépet. Tehát a lánc, én azt szoktam mondani, hogy kávé egyébként a leggyengébb láncemnek a, a, a dolga, tehát hogyha az ültetvényen nem megfelelőképpen válogatott a, 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 az ember, és ott a, a nagyobb szemet beletette a kisebbek közé, akkor, a, akkor már más lesz a pörkölés, uh -huh. és az egyik elég, a másik nem, neked a csészétben rossz lesz a kávé, de ha a pörkölőmester nem figyelt oda, akkor tök mindegy, hogy milyen szuper kávégépen van, azért rossz de ez a lánc már megvan Magyarországon, tehát itt ihatsz Magyarországon, és itt Budapesten, ahol most az az stúdió van, itt ugye ben vagyunk gyakorlatilag a, a Gosdudvar környéke, tehát ez, ez ez, szerintem európai értelemben egy írtozatosan érdekes vendéglátó versenyhely, itt azért nagyon jó kávékat tettél. És akkor már csak egy dologról beszéljünk még a kávé kapcsán, aztán hagyom a kávét, hogy mindegye, hogy te milyen csészéből iszod, olyan értelemben kérdezem, hogy nektek annak idején a Frey Cafében volt egy kicsit vastag szájú csészéd, ha egy herendiből iszod, akkor az meg mindig nagyon vékony. Nem ennek mi a, a, kettő közötti különbségnek a lényege? Hát ugye, egyrészt ugye a vastagság, a vastagság nem... Mert lehet, amikor egy jó bort iszol, ezt megtanultam Pallagi Ferenctől, az nem mindegy, hogy az milyen pohárba van Persze, a, kávénak, a, a, kávé pohár vagy csészé az, az az elvárás, hogy egyébként tartsa a meleget, tartsa benne levő ital melegét. Tehát te kapsz egy kapucsinat, most ne az eszpresszóról beszélgessünk, mert gyorsan, gyorsan megítad, nem hűlnek neki a vékony falu herendi csészédben. De ha egy kapucsinod van, két hölgy beszélget, trécselgetnek, iszogatja, ne az legyen, hogy három perc múlva akkor már, kort hideg már egész, langyos, langyos, hideg. Mm -hmm. Tehát egyébként mondjuk a mi esetünkben egy indonész fekete föld van belekeverve a kerámiába, ez effektív jobban tartja, a, a, a majdnem termoszerre mm -hmm. működik a csésze, ehhez azért vastag kell, hogy legyen a fala, és egyébként mondjuk mi még csésze melegítőt is használunk, ez is szokásos a, a ká, igényesebb kávézókban, tehát eleve 55 fok hőmérsékletre van jó hosszú órák alatt, tehát nem csak egy picit a gőzálta a fölmegítve a csésze, tehát tartja, az a lényeg, hogy tartsa a meleget. Na most azt ugye tudjuk, hogy Budapesten itthon. Firenzében, Firenzében otthon, ott, de ugye Miami az a tél, amikor ott nincs hideg és havazás, nyáron a rivére, ahol süt a nap, Firenzében mi vonzott? Figyelj, tehát én, én ugye én egy speciális eset vagyok szerintem. Tehát múltkor, múltkor összeszámoltam, tott, hogy elmentem 19, most már 51 éves vagyok, 19 évesen elmentem egyetemre. Tehát az 32 éve volt. És mondjuk ezt tekintem én a felnőtt életemnek. Tehát külföldön jártam egyetemre, amikor én mondjuk dossziét készítettem, egy 8-9 hónapot utazással töltöttem, külföldön voltam. Amikor itthon voltam, az a két-három hónapot abból is elmentünk, mondjuk nem tudom én, nyaralni a család, egy hónap biztos elment belőle. Tehát én összeadtam ott, hogy összeszedtem, hogy ebből a 32 évből a hónapokat, meg a heteket úgy nagyjából összeadogatnád, én szerintem a felnőtt koromban 6-7 évet töltöttem összesen Magyarországon. Tehát mondjuk 25 biztos uh -huh. nem. Ez fura, ha így nézed, de tényleg így van. Igen. Én beszélek hat nyelven. Tehát én ilyenné alakultam, hogy én úgy élek a világban. Én szeretem Magyarországot, tehát az így nyitó kérdésedben nem tudom, hogy hangzott, de valahogy volt egy kicsi ilyen, hogy hát, de nekem kevés. És Firenzébe találtad meg azt, meg, ami neked úgy a Megtaláltam valamit, ami ne... a világ egyik legszebb városa. Igen, tehát ez, ez, ez valószínűleg egy a, igen, a kultúrát, a civilizáltságot, a mélységét a nyugati világnak. Tehát Magyarország nem a nyugati világ része. Tehát ez egy érdekes dolog itt zajlik, Európa nem Európa, stb. Tehát, tehát most visszamehetnénk az ősmagyar történetbe, ez vicces lenne, hogy nem tudom, de mi egy steppe kultúra vagyunk. a... A nyugati világ az egy 4-5 ezer éves gyökerekkel rendelkező, de minimum 3000 éves gyökerekkel rendelkezik. Tehát én kivegyek a firenzei lakásból, balra elfordulok, ott áll Karakalla a fürdőjéből a 2000 éves szobor. Annak a tetején rajta áll egy 3000 éves justícia görög szobor. Tehát az 3000 éve már valaki gyönyörűen kifarag. Tehát mi magyarok megérkeztünk ide a Kárpát-medencébe ezer évvel ezelőtt a nyugati szélére ennek a vagy a keleti szélére ennek a nyugati Igen. világnak. Persze, amikor egy kicsit ez a ö, magyar gája, hogy közelebb megy a, a nyugati világhoz, akkor már majdnem azt mondoljuk, hogy ez is egy európai ö, ország, nép, kultúra. Amikor eltávolodunk egy kicsit, akkor ö, kompország ugye a kelete felé, uh -huh. akkor már megint azt cseppére gondoljuk magunkat, meg nem tudom, Putyin Oroszországával, hova is tart ez a magyar gája ide-oda, én egyébként azt szoktam mindig, hogy nekem Lechnerödön nagyon tetszett építészetileg, amelyik nem akarta azt mondani, hogy mi, mi lombardok vagyunk, meg nem tudom, németek vagyunk, hanem bennünk van azért ebből a keletből is, a legjobbat kéne az egészből kikeverni, tehát imádom a posta takarékpénztár épületét, de Vagy de... az ipar, ami volt... ért, érzel benne keleti, orientál világot is, de azért természetesen egy európai nyugatiságot is. Tehát én valahogy ezt így hiszem. Tehát én Budapesten nem azt keresem sosem, ami Firenze életemben sem keresem a, a, a budapesti ö, dolgokat. Mindenhol szeretném a jót észrevenni. Nagyon érdekes egy másik időhorizontban élni. Egy olyan világban, ahol az emberek 5000 éves időintervallum szocializálódtak, ez persze most így érthetetlen, de ahol képesek elültetni egy olívafát, ami 60-70 év múlva fog igazán jó termést hozni, tehát az unokájának. Tehát elültetik, hát az gondozza... Magyarországon a diófával azonos, hogy ültetsz egy diófát, hogy az de már te, unokád, Hát igen, oké, okay, de hát az, az nem egy termés kultúra, tehát, itt, tehát, teh, teh ezzel csak azt akartam neked mondani, hogy mi, ők messzebb néznek, nyugodtabban néznek, ez áthatja az élet minden szövetét, most nem azt mondom, hogy még a csészek kávédat is. Nem, de amit mondsz, hogy nyugodtabban néznek, ugye azt számtalanszor beszéli az ember társaságban. hogy ahogy elhagyja Nikkelsdorffot, megszűnik ez az ideges rohanás az meg, életben, meg. és valahogy mindenki nyugodtabb Európában, mint itthon. Igen, én, én körülbelül így magyaráznám, persze, hogy nagyon le van egyszerűsítve, de ez minden érvényes, tehát a politika, és más. Innen úgy tűnik, hogy ezek ott alszanak. Most nem akarok tényleg a politizálni, hogy hát már elöntik mindjárt az arabok Nyugat-Európát, végük van. Mondjuk a mi kapkodó attitűdünkből. Az még az 5000 évből nyugalom, az egy két évet kibírunk, amíg eldöntjük, hogy jönnek, nem jönnek, ki jönnek. Az arab jön, vagy tulajdonképpen nem is az arab jön, hanem az afrikai jön. Tehát hmm. már nem is áll, hogy itt az iszlám, de hogy is. Olaszország már tele van afrikai keresztény, hmm. csak fekete az arcuk. Tehát, tehát nézzük meg. Tehát onnan nézve ezek a kelet-európaiak beleértve a magyarokat kapkodnak össze-vissza, rángatják ide-oda, törvényeket megváltoztatják három havonta, egy ellenzéki valaki jön, akkor átírjuk ezt, visszaírjuk azt. Tehát itt innen nézve azok meg ilyen lagymatag idióták, akik hát az éle mindjárt elsodorja őket, az nem, nem fogják föl. Tehát ezek különböző kultúrák. Nem azt mondom, hogy ez egyik jobb vagy rosszabb, más a kulturális antropológia, mm -hmm. Más van beléjük vésődve, az elmúlt 3, 4, 500, 600, 2000 év más a ritmus, más az időhorizont, más sugároz, ezt érdekes megélni. Érdekes őró, velük elolvasni a szombati vezércikket a Lasztámpában is, ugyanazokra a dolgokról, amikről itt is gondolkodunk, ott is gondolkodnak, és megint nagyon érdekes elolvasni egyébként ezt Amerikában, hogy ráadásul az amerikai ugyanezeket az ügyeket hogyan látja. Tehát én írtozatosan élvezem az életemet ezáltal, hogy, hogy, mert ez azért nem olyan, hogy a interneten fölültem a laptopon, és akkor át tud, nem tudod átérezni. Attól, hogy az interneten is meg tudod közelíteni a New York Times cikkét, az nem ugyanaz. Mint ha a kezedbe tartanád. Meg hogyha ott ébredtél föl, és ugyanaz abba az utcába sétálsz, az a szövete, a három dimenzió, vagy öt dimenziója, vagy az öt szenzorod, a szaglásod, a tapintásod, a hallásod, a füled, a nyelved érzi ezeket a Benne élni más. Még azt tudom neked, hogy amikor én utazó riporter voltam, és két hetekre oda mentem Egész más volt, mint benne élni tíz éve mondjuk Amerikába, évente három-négy-öt hónapot, és érzékelni, hogy tavaly abban az üzletben mi volt. Tehát a folyamatokat, a trendeket, azt így érzékeled, azt csak egy pillant felvétel, hogy most turista vagyok, és odamentem mentem New Yorkba, és akkor mi van? Ha én nem mennék el minden évben New nem látnám, hogy az a Times Square az honnan, hova tart, mi mm -hmm. történik, mit akar az a, a szociológiai, milyennek a társadalmak. Nagyobbak lesznek az üzletek, vagy kicsik lesznek, ruhaüzletek lesznek. És andak... most honnan, hova tart? Nagyon érdekes. Tehát én azt gondolom, hogy a nyugati Na, világ... Nekem a Times Square a világ közepe. Ahányszor voltam New Yorkban, mindig azt állapítottam meg, amikor odaálltam a 42. utcához, <hül> akkor mondom, és így fölnéztem, mondom, itt vagyunk a világ közepén. Figyelj, hát most ez so, megint sok-sok-sok érdekes téma. A de nyugati... Hova tart a Times Square? Hát oda tart egy picit a Times Square is, meg minden utcasarok a lenyomata annak, hogy merre tart a nyugati világ. És egyébként másfelé tart az angol nyugati világ, mint a latin nyugati világ, de egy kicsit azt gondolom, hogy most annak a lenyomatát lehet így érzékelni a nyugati világban, hogy szétszakadnak a társadalmak. Tehát olyan ismételten az 5000 éves, 4000, 3000 éves történelmekben ismét jön egy olyan korszak, már megbarátkoztak vele, bár nem akarják elfogadni és próbálnának ellene valamit tenni, hogy, hogy, le, hogy nincs középosztály. Nem, nem, vagy nem az van, tehát nem az van, hogy az egész társadalom egy nagy középosztály, és nincsenek nagy különbségek, nagyon gazdagok meg, meg szegények. Tehát az, ami közhelyszerűen ismétlődik, hogy keveseknek van egyre több, és sokaknak egyre kevesebb ami egyébként globális értelemben néhány évtizeddel a világra volt jellemző, hogy voltak benne gazdagok és nagyon gazdagok is, meg szegények is, csak az úgy volt, hogy a nyugati világ, ott mindenki tulajdonképpen, hát nem gazdag volt, de Libériából nézve mindenki uh -huh. gazdag volt. E, és egyébként igazából. És szegé Most is így van, azért jönnek ide. Igen. Nigériából, meg, meg, meg Szudánból. Igen, de megváltozott, tehát akkor mindenki szegény volt mondjuk idezebe, Indiába, meg Afrikába. Uh -huh. Ennek az úgynevezett globalizmusnak pont, ami zajlik, azért most az lett a vége, hogy nagyon sok gazdag van már Kínában, meg nagyon sok gazdag van e, e, Brazíliában is. de nagyon is. És nagyon sok szegény van a nyugati világban is. Tehát már nagyon sok szegény van, nem tudom, Olaszországban, nagyon sok. Konkrétan szegény. Tehát aki, aki és él, nem úgy, csak mint... Szicíliában. Hát az, hogy az terítéleg, hogy, hogy rendeződik el, hogy Szicíliában többen vannak, de azért, azért Torinóban is fekszik le gyerek ma már éhesen. Persze, kisebb arányban, mint Magyarországon, de ebbe az úgynevezett európai nyugati világban már piciben is reprezentálódik az a különbség, ami néhány évtizedek globálisan volt, hogy a gazdagok itt élnek, a szegények ott élnek a föld különböző pontjain. Ez szétesett. Ahogy ott lett Kínában gazdag, úgy lett nyugaton szegény. Ezzel küzdenek ezek a társadalmak, én így látom, ezt nem akarják elfogadni, erről írtozatosan érdekes polémiák zajlanak, hogy mit tegyünk ellene, még úgy gondolják, hogy talán lehet, mert ők úgy vezetik le, hogyha különbség van, és akkor Firenze ebben az értemben érdekes, bár a Times ről kérdeztél, mert azért az mégis a reneszánsz a humanizmusnak a bölcsője, tehát nem véletlenül jön oda a Brexit-tel kapcsolatos európai jövőjéről Angliának beszédet tartani a, a brit miniszterelnök. Teres a mély elmegy, és hogy ő mit gondol a Bre brexit azt nem Londonba adja elő, hanem elutazik Firenzébe, és Firenzébe mondta a beszédét, ha emlékszel, ugye uh -huh. gyakorlatilag ősszel, mert az ugye az európai kultúra szíve. Így is van. És ott azt ők elmondják, hogy hát a humanizmus minden emberben van jó és rossz, a, a, attól függ, hogy mit hozol ki belőle, ha kifosztod, akkor ő ki fog téged fosztani. Tehát a kifosztottakból fosztogató lett, a, a butántartottból, az elbutítottból még rosszabb lesz. Tehát a nyugati történet őket arra tanította, ebben tökéletes egyetértésben, hogyha szétnyílik az oló, és leszakadás van, és hűítés van, és nyomor van, és butítás van, annak valahogy így vagy úgy rossz vége lesz. Tehát, tehát ők, ők ebben egyetértek. Ők azt nem fogadják el, amit mi itt Magyarországon, vagy hát itt a perifériáján ennek a nyugati kultúrának sose volt másképp. Tehát ez nekünk ugye a kulturális antropológiákban elfogadható, hogy vannak gazdók és szegények, hogy nem az egész társadalomnak jó. Volt itt néhány év itt a rendszerváltás után, amikor mintha úgy tűnt volna, hogy ezt nem akarja elfogadni a és erőn felül eladósodva, stb. próbált azt is föl, fölhúzni, akit nem lehetett, mert nem volt rá, mert hát ez mert egy próbáltuk szegény vidék. Mi is a jóléti államot megvalósítani, mert egy ideig ment nyugaton. Igen, de most már ott sem Ott meg. sem megy, pontosan, ehhez jól el is adósodtunk. <laughs> szóval, tehát ez a, dilemm a, dilemmák valahogy ugyanazok, de a perspektívák picit mások, ők, ők mélyebben küzdenek még azzal, hogy ez így nem lesz jó. De egyre többen belátják, hogy ez így lesz, tehát a Times square -en megépülnek azok a kávézók, éttermek, üzletek, amelyik már nem azt akarja elhitetni magáról, hogy százból száz oda be tud jönni és tud benne vásárolni, hanem már annak a húsznak, harmincnak a tetején a legjobb szituáltnak kínál terméket, és egyébként olyan is, amelyik a legalsó 30-nak. Tehát ez válik szét, tehát, és ezt mindenben érzékeled a, a legfelső 15-20 egyébként ők erről beszélnek. Tehát ez az úgynevezett kaliforniai társadalom a, a szilíciumvölgy, hogy azt mondja, hogy ott fogja végezni a nyugati világ. A, ennek gyakorlatilag a kísérleti terepe tényleg ez a szilíciumvölgy, hogy 15-20% van fönn, a többi ezt szolgálja. A 15-20 százalék alatt van 10 százalék a társadalma, amelyik olyan minőségű, hogy képes kiszolgálni ezt a huszat, mert ért annyira a borhoz, ahhoz is már jó helyen kell születni, uh -huh. hogy amikor az, aki egyébként össze-vissza utazik a világban, és hogy jobban ért gyakorlatilag vendégként tulajdonképpen több malbeket, meg sirázt, ivott különböző pontjai, mint egy egyszerű gyerek, aki ott a bort felszolgálja neki, már műveltebb a vendég, mint a kiszolgálat. Tehát azért lesz tó egy ilyen csúcs 10 -a, a szolgáknak most jó durvát mondtam, csak hogy érthető legyen, az a társadalomnak föntről a 20. és a 30. Század, százalék közötti réteg, aki ki tudja ezt a nagyon gazdag 20 százalékot szolgálni, és akkor alatta jön 70 százalék, akkor úgy vergődik. Uh -huh. És hogy ezek, hogy hol lesznek ezek meghúzva, hogy ez Magyarországon csak 10 százalék, alatta 5 és 85, vagy, vagy 30, 10, 60, ebben lesz valószínűleg szórás, most nem magam véleményet mondom, hanem hogy miket olvasok, gondolkodok, és ebben lesz különbség egy Magyarország, egy Olaszország, egy Amerika, Amerika bizonyos pontjai között. Ennek már látod a lenyomatát. Már készülnek azok a vendéglátóhelyek, hogy olyan bőrkanapé van, hogy, hogy otthonra nem vesz az alsó 70 senki jött magának, és nem ismer belőle, és ránéz arra a bőrkanapére, és már be sem megy, mert azt gondolja, hogy itt olyan drága lesz, mint hogy a félhavi fizetése, és egyébként így is van. Jó, de hát ott az van, hogy ott az étlap kint van az ajtón. Hát e, például ennek tudom, érdekében. Meg tudom nézni, hogy bemegyek -e, Hogy kínos vagy nem, pillanatai legyenek, vagy ne. Igen. Pontosan. Igen. Igen. Ha most uh, említetted a, a Stampát, meg a New York times hogy ezt ugye kézbe veszed, tévét nem is nézem. Nem nagyon. Nem nézek tévét. Egyszerűen nincs miért már. Mert az, a, az ennek az alsó 75%-nak lett a felülete. Tehát nagyon hát azért tanultál, hogy te a tévét belülről csinálj. És egy... akkor ez most gyakorlatilag kiment az életed. Figyelj, igazából most egyrészt nagyon sokat tévéztem, tehát lehet, hogy egyébként, mert sokat is csináltam, tehát már, már eleve nem vonz, nem tudom, nézni se, de olyan időfecsélés... A cnn sem néz, hogy a hírek nem vagy kíváncsi? Hát de néha, de annyira mondjuk, hogyha most Amerikára beszélünk, ott egyedül van tévém, ezt egyébként bevallom, de ott egyébként azért, mert nagyon szeretem egyetemista korom óta az És amerikai foci. nincs, hogy megnéz egy filmet? Vagy filmet? Ebben? Hát azt, az megnézed a laptopodon. Tehát filmsorozatokat Na, nagy hát igen, azért, néha nézek egy-egy filmsorozatot, ilyen rákattanok, ugye ez a filmsorozatot, ezeket a az ilyen miniserieseket nézem, a 8-10 mm -hmm. epizódos dolgokat, ami tulajdonképpen egy hosszú mozifilm. Hát. a hírek nem. Hát Tehát én az orva... a Frei hát... Tamás, a hírekbe élt. Én a hírekbe élek, Andis. Csak én azt gondolom, hogy nem lehet a híreket 140 karakterben elmondani, még 30 másodpercben. Ettől lettünk ilyen buták, ilyen felszínesek, ilyen, ilyen Twitter világ. Ami, ami én azt gondolom, hogy annál tájékozatlan világ sose volt, mint amennyire most a világ tájékozatlan miközben fantasztikus újságok vannak, csak az körülbelül már csak 10 olyan újság van a világban, ami tényleg van 250 tudósítója, és amikor én a menekült ügyekről akarok olvasni, akkor a akkor vannak tudósítói Nigériában, Maliban, Szenegálban, van olyan tudósítója, aki fölül arra, arra buszra, ami át evickél a Szaharán, és tényleg beszélget azokkal az emberekkel, akik... Hát megéri a Stampának? Hát mert az egész világon olvassák a kindle mert én is olvasom elektromosan, nem azért olvasom alasztámpát, mert én Olaszországban tudom olvasni. Na jó, mert csak azért kérdezem, mert hogy minden print média veszteséges. De ezek már gondold, nem print média. De gondold el, hogy te, te volna, amikor javában benne voltál a, a, a tévézésben, hogy egyszer a Newsweek nem fog papírformában megjelenni? Hát, Andis, de már a... Előtte meg nem jelent meg kőnyomatba. Hát nem tudom, ez egy technológiai kérdés, érted? A példányszám a Vanity Fairnek az 10 millió, a világ a 7, 7, milliárdos földön van 10 millió ember, aki Vanity fair olvas, hogy tapogatott papíron olvashat, abból nem is tudom mennyi, nagyon kevés olvashatja, úgy olvassa, mint én, hogy az ipad emen megjön, és gyönyörű színe van, és lapozgatom, és bár a vonaton éppen megyek valahonnan valahova, egy másik kontens, akkor is megjött a Vanity Fair, nem kell már bemennem az újságos kioszba, hol a Vanity Fair. Tehát ez egy technológiai kérdés. A lasztampat elő kell fizetni. Tehát nem a Lastámpa weboldalát olvasom, ahol megint csak hat sorban van a világ. Oda, hát azért éri meg, mert azért vannak kultúrát... A már el elektronikusan előfizeted? Há, hát hogyne? A világ legjobb újságait nem tudod megkapni, ha nem fizeted el A New York Times-ot nem tudod a, 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 az interneten olvasni, a New York Times híroldalán a, a, a gyors híreket olvashatod, de a komoly reportingot, amit, a, ami, ami, ami világszínvonalú, mondjuk őket egyre kevésbé szeretem, mert szerintem teljesen a New York Times az elment egy egyfajta ideológiai irányba, tehát erről beszélgethetnénk, hogy az amerikai média mennyire hogy szokták ezt Magyarországon mondani, hogy partizán lett, tehát hogy egyik uh -huh. oldal, másik oldal lövészárokban. Ez engem egyébként nagyon meglep, mert nekem az amerikai média 15-20 éve még etalonnak volt tekinthető. Hát ott tanultam televíziózni, ott én. dolgoztam. Tehát, tehát, én, én, ezt, <coughs> tehát uh -huh. én ezt nagy elkeseredéssel veszem tudomásul, hogy milyen, mennyire elfogult ilyen vagy olyan irányba. Tehát egy CNN az egyik irányba, a Fox News a másik irányba, ezért sem olvasom, megnézem őket, mert nem kor vi, visít róluk, hogy ez így nem korrekt. És uh, akkor mi a korrekt újság Szerintem Magyarországon? Szerintem Magyarországon nem, nem, nem a, a, a világban, Én bocsánat. mondjuk, énnek, hát figyelj, ugye... A Noé Cürhetszállítunk? Noé ott egy rettentően tájékozott újságnak ítélem meg. Én olvasok Dicájtot, Diceit, tehát németül én a hétvégi Dicejtot azt olvasom mint Schwab, hát ez most hülyén fog hangzani, én olvasom, olvasom a stuttgart -e Zeitungot, mint Baden-Württemberg a gyökereknek az eredetét, de hát ez csak úgy direkt. Tehát német, német, német nyelven van néhány jó újság. A Last Tampat remek újságnak tartom. Angol nyelven szerintem a Financial Times az, amelyik egy ilyen nagyon széles perspektíva. Tehát azért van nagyon... még néhány újság. Tíz, szerintem tíz. Igen. Megírtál négy könyvet. Hol az ötödik? Elkezdtem rajta most dolgozni. Képzeld el. Mert néhány hónappal ezelőtt azt mondtad nekem, igen. meguntam ezt az írást, like. Andris, valahogy húzom az időt, nem, nem igazán van kedvem. Igen, Akkor nem most, volt, ne, ne? hirtelen lett egy, egy, egy témaötletem. Tehát valószínűleg ez most nagyon butá hangzana meg, hogy lett lettem, mert, mert ez egy nem így. De, de úgy, Múzsa úgy, homlokon csókod. Igen, tehát, tehát egy ötlet kipattant a fejemből. Nézd, ez nagyon veszélyezett, nekem pehjem van, mert mindig csődbe mennek azok a kiadók, akiknél vagyok eleve. Sose valósult meg az, amit én szerettem volna, mindig azért kicsit úgy írtam a könyveimet, hogy hogy működjön majd külföldön is. Minden kiadó megígérte, hogy majd lefordítja, majd elviszi, majd külföldi ügynökök, stb. Egyik se csinálta meg. Mert ilyen az, te az Ulpiusnál voltál. Azok is megérték, csődbe mentek. Akkor utána, hát hogy elviszik a frankfurti könyvásár, és megcsinálják uh -huh. az angol fordítást. De most és melyik kiadó? Hát most az Alexandránál vagyok, ők se csinálták Na jó, hát meg. az is Azért mondom, hogy most ők ebben van. csődbe vannak. Igen. Igen. Tehát, tehát, tehát egy kicsit ilyen ez a helyzet előáll, de, de azt a párhuzamat akartam neked mondani, és most akkor így vagy nem így hogy amikor én dossziéztem, a dossziét is azzal a lendülettel kezdtem annó Ameriká visszajövő, hogy én olyat fogok csinálni, ami majd úgy működni fog az egész világon. Tehát ha az RTL, veszi a fáradtságot, és kiviszi a nem tudom milyen tévés fesztiválra, akkor, tehát nem csak az az irányba, hogy a, a magyarok elmennek a ilyen-olyan tévés fesztiválra, és ott bevásárolnak, hogy akkor ezeket levetítjük Magyarországon. Miért nincs az a folyamat fordítva, vagy csinálunk valamit itt, és egyébként elolvassa, megnézi nem tudom a francia is. Hát miért nem tudunk olyat csinálni? Rossz, nem bár... tudunk, Mert minden szerint... műsor a magyar televíziókban de... licenc. Hát most már igen, de ezt, ezt mondom neked, igen. hogy ez annó nem ezzel az illúzióval voltam én 20 éve, az már 20 25 éve kezdtem dosszét csinálni. És a könyvel is így vagy? A könyvel is így lettem, a kávéba ezt megcsináljuk. Tehát, tehát, tehát én ebben nem hiszek, hogy Magyarországnak, és akkor ez megint a keleti-nyugati kulturális antropológia, tehát ez egy másoló, lopó ország. Rossz értelemben, ha, ha lop, ellopjuk a másik ötletét, most így értettem. De te nem hiszel, hogy ne lenne nem, nekem azt tanít, nekem, én, én, Én Nekem azt tanították a, a, az amerikai üsegi iskolában, és ez szerintem érvényes kávéház csinálása minden, hogy different, legyél más, csinálj újat. Én nem tudom nem azt csinálni, hogy lemásolom videokazettán, hogy milyen amerikai tévémisort láttam, most ne, neveket nem említsünk, tehát ismeretet, ezért volt a magyar média és akkor hazahozta a kazettát, és bedugta, és Ugyanilyen díszletet kérek, még a, még a szék is ugyanilyen színű legyen. Vagy, vagy nem tudom, én csináltam egy kamerakivágást, és fél hónapon belül viszont láttam egy másik magyar tévéműsorban ugyanazt az eredeti. Egyébként csak tőlem lehetett lenyúlni az ötletet, mert más nem csinált ilyen kameramozgást. Tehát én itt mindig azt tapasztaltam, hogy mindig másolunk, tulajdonképpen visszacsatolok a beszélgetés elejére, hogy a magyar barista elmélyezte Londonban, amit lát, azt lemásolja. Tehát, tehát, az, tehát itt nincs tapogató vagy böködgető telefon kreativitás. Itt nem teremtünk újakat, de oké, ez megint egy kultúrás antropológia. De akkor valamit kérdezek, akkor a könyv ötletedet miért nem adod el külföldön, és aztán majd lefordítják magyarra? Hát, de hát ne, magyarul ír. Lukás íron. György is meg tudta írni én a könyveit én nem, tudom én nem tudom megírni. Pedig beszélsz adnyira. Igen, de azt gondolom, hogy magyarul, a, magyar az anyanyelve, magyarul tudok Magyarul tudom igazán jól kifejezni magam. Tehát én magyarul írom meg, de nem ez a probléma, hát még, hát hány cseh, norvég, dán, mindenféle íróval, van, le kéne őket jól fordítani. Hinni kéne egy kiadónak, egy magyarnak benne, hogy van olyan produktum, van, amit el tudok külföldön adni. Most lehet, hogy engem nem lehetne valóban, de meg se próbálták. Mert nem is hisznek, azt se tudják, hogy... Nem ér hogy... ezt a John Le és stílust, amit te írsz, az, az azért szerintem, szerintem el lehet adni. Én is azt gondolom, lehetne. De... A probléma az azt tudod, hogy ahogy ketté válik, és most éppen ez van, tehát amikor azt mondtam neked, ha így szülted le, hogy ugye most nem tudom, nem lehet, hogy nem fogok írni, a tévémisor készítésben is, ugye, tehát én szerintem Magyarország, a magyar gondolkodás, a témák, ha most így beszéltünk róla, hogy mit olvas a LASZTÁMPÁBA, tehát hogy én mit olvasok a LASZTÁMPÁBA, és aznap én mit olvasok egy magyar híroldalon, hmm. mint egy másik, nem mondjuk kontinensről, egy másik bolygóról szólna. Tehát amit a nyugati világ témáknak fontosnak érez, az itt nem az, vagy el van hallgatva, vagy, vagy eltorzítva, vagy másképp arról beszámolva. Amit mi itt, itt azt gondoljuk, hogy téma, az ott azt sem, tud, hogy azt jel, A más időhorizontok és mindenből következően. Tehát a tévégműsorkészítésben is volt egy dilemmám, hogy most kinek is csinálom ha olyan témák után nyúltam, amiről azt reméltem, hogy hát majd ha nyugatra viszik ezt a tévémisort, akkor érdekes lesz a franciának, az egyre érdektelenebb volt a magyarnak, mert itt más volt a téma. Nem. És akkor pár év után beláttam, hogy sose fogják eladni nyugaton, tettek rá kísérletet, igazából nem fogják, néha egy-egy fesztiválon felfedezi valaki, vagy én kiküldtem, és akkor egy-egy filmet levetítették jó néhány országba, de nem lett belőle rendszer akkor előbb-utább elkezdesz olyan témákat keresni, ami csak a magyarnak érdekes, mert itt más érdekes, mint Franciaországban. Tehát már nem keres a olyan témát, ami érdekes lenne itt ez is... az ihletes dolog. Ez ma magyaroknak lesz érdekes. Ez magyaroknak lesz érdekes. Égen. Jó, hát a, az eddigi négy könyv is a magyaroknak Persze, volt érdekes. Igen. Főképp az utolsó, igen, de kicsi, azon nagy igen, politikai viták voltak. Igen, volna. Az is, de én még úgy írtam azzal az illúzióval, hogy hát ha ezt most én németül vagy angolul olvasnám, és úgy beleképzeltem a német meg, nem tudom, vagy inkább mondjuk az olasz, francia, amerikai barátaim kezébe azt a könyvet, akkor úgy voltam, látok olyan amerikai barátomat, aki ezt végolvasna. Van benne, épp elég érdekes neki. Most én megnéztem a Wikipédiát, és én döbbenten vettem tudomásul, vagy láttam, hogy elmúltál ötven. Sajnos és hogy 51 éves vagy, itt céloztál arra, hogy mennyi ideje voltál egyetemista, de azért én megkérdezem, hogy ez az elmúltam 50, ez rád hogy hatott? Hát ha őszintén, hogy úgy megütött. megütött, mert... Hogy elérkeztél a feléhez, vagy talán már túl is vagy a felé. nem, nem tehát ez, ez lehet, hogy valaki, mert van egy barátom, talán az egyik legjobb barátom, ő ezt észre se vette magán, kettő éve jár előttem. Nem is érti, amikor én ezt szóba hozom, hogy ú, ötverek lehet. De mi ütött Tudod, valahogy persze én is másképp szocializáltam, tehát miben nőttünk föl, hogy a 60 éves ember már nyugdíjas. Én meg uh -huh. még egyébként én annyi mindent szeretnék csinálni, annyi lendületet érzek magamban, még fizikálisan is egyébként érzek. Tehát én azt gondolom, hogy azt látom a nyugati világban, bár ezt most már nem szeretném ilyen közhelyszerre ismételgetni, de azért Olaszországban, vagy Amerikában, meg Franciaországban jobban látod azt, hogy azért értik az emberek, hogy a jó élethez nem csak egy bizonyos típusú anyagi biztonság kell, meg az a józanság, hogy ahhoz képest, hogy mennyi pénzed, ahhoz képest legyenek az elvárásai, tehát ne legyen ebbe egy különbség, mert kevesebb pénzből is élhetsz elégedettebbben, ha egyébként közben nem arról álmodsz, hogy mikor mm. lesz csajt saját repülőgéped, mert akkor mindig ö, frusztrált leszel. Igen. De nem csak az anyagi biztonság, mert azért igenis szükség van rá a szükséges, hanem kell hozzá képzelőerő a jó, izgalmas élethez, és kell hozzá energia is. Ebbe a kettőbe azért nagy számban azt látom, amikor hazajövök Magyarországra, hogy, hogy itt azért ez sokan, akiknek egyébként írtó sok pénzük van, úgymond, és fizikálisan le vannak, pegyhűdve, kövérek, elhagyták magukat. És képzelőre is sincs. Tehát csak a, ha sok pénzük van, akkor még mindig csak akkor megyünk vadászni, meg vitorlázni. Tehát körülbelül. És itt véget ért, hogy mit is lehetne egyébként még, hogy lehetne még érdekesen élni. Én azt gondolom magamra, hogy nekem, én száz évig ki tudnám még tölteni az életemet olyan izgalmakkal, és annyi helyen nem jártam még, és annyi mindent nem csináltam még, és annyi mindent meg szeretnék még tanulni, és annyi mindent szeretnék még csinálni. És ilyen értelemben megüt az öt, hogy fogy. Fogy, fogy. Mennyi ideig lesz még energiám? Tehát most nyáron például fölmentem sátorral egymagamba, az Alpokba, egy. az Alpokkal, Montblan alatt, a Francia-Olasz Alpokban. Mennyi ideig leszek erre még én? konkrétan fizikálisan képes, hogy viszek egy 30 kg vagy 20 kg a hátamon, fölverem a sátramat, nem félek, tudok meredeken lejönni, ha elkap a vihar, mint hogy elkapott, csurom vizes leszek, akkor még fizikálisan stram vagyok, nem kapok tüdőgyulladást és halok bele hogy föl akartam menni a hegyre, tudod? Tehát így érint, hogy fogy az idő, hogy még 10 év, úristen, már csak 10 év, amíg mondjuk hegyre tudok menni, utána már valamit nem tudok csinálni, amit szeretnék. Így, így érint csak. Akkor csak azt kívánom, hogy legyen energiád, legyen képzelő. Eredmény. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt a média, viszontlátásra jövő szombaton.